írom a csapat nevet. Jó hangulat és baráti légkör jellemezte a csapatépítő jelleggel bíró műveltségi vetélkedőt. 10 csapat jelentkezett, akik 2 órán át versenyeztek egymással. 7 kérdéskörből 70 kérdésre feleltek. Gyurik Attila kvízmesternek ez a 155. elmemérkőzése. Az emberek szeretik. Egy az, hogy összejönnek a társasággal, kicsit csöröznek, kicsit iszogatnak, kicsit beszélgetnek. Ugye nincsenek bent az irodában, kis lazábban lehet beszélgetni. Lehet, valamit meg is tanulunk. A VMS ifjúsági fóruma kedveskedni akart a szabadkai fiataloknak, és Temerini, valamint Úbecsei mintára Szabadkán is megszervezték a kvízestet. Magyar fiatalok körében is Szabadkán van rá igény, és szerintem ez is egy nagyon, nagyon szép kezdeményezés, ami a VMS ifjúsági fórumot illeti, hiszen valójában összekapcsoljuk a politikát is, a fiatalokat is, a társadalmi kérdéseket is valójában, hiszen a kvíz arról szól, hogy valójában kinek mekkora a tudása. A szervezők szeretnék folyamatosan megrendezni a kvízestet, és újabb csapatok jelentkezését is várják.